Halleluja, drága mennyi atyám. Köszönjük, köszönjük a csodálatos jelenlétedet, köszönjük a Szent Szellemedet, köszönjük, hogy munkálkodik közöttünk a Szent Szellem. Áldott legyen a te drága neve drága Úr Jézus, és köszönjük, köszönjük a csodálatos jelenlétedet. Köszönjük, hogy mozdulsz közöttünk. Na az Úr sok gyógyító ajándékot mutatott, hogy imádkozni fogunk értetek, hogyha szeretnétek. Nagyon erős kenet van itt a csuklóban, meg itt ebben a, nem tudom, hogy mi van itt a kézben a bokába, mind a két bokába, a térdbe, meg itt a hátgerincnek a középső részén, ha valaki szeretne gyógyulni, akkor gyertek nyugodtan előre, a Zsoltit is szeretném kérni, hogy, seg hogy jöjjön előre, imádkozni fogunk, értetek, gyertek bátran, mert az Úr Jézus meg meg fog gyógyítani a Jézus nevébe. Meg itt nem tudom, máj, vagy vese, vagy micsoda van, itt egyik oldalt ott is van kenet, úgyhogy köszönjük az Úr Jézusnak, és a dicséret, ez remélhetőleg majd folytatódik, ahogy a... Gyere nyugodtan. Utána nagyon áldott, és uh, miközben dicsértük, mutatta az Úr az ajándékokat, úgyhogy áldott legyen az ő neve ezért. Halleluja. Halleluja. Köszönjük a dicséretet. Áldott legyen az Úr neve. Zsol, visszaveszel egy kicsit, szia a mikrofonomból. Köszönöm. Halleluja. Melkasba is gyógyulunk. Remélem, hogy a végén lesznek pár, akik beszámolnak, hogy megtapasztalták az Úr gyógyító erejét, mert Isten ereje mindenképpen itt volt nagyon nagyon-nagyon uh, mértékben, úgyhogy köszönjük ezt az Úr Jézusnak. Halleluja! Nagyon örülök, hogy most így még egyelőre nem vagyunk túl sokan, és néhány olyan dolgot szeretnék akkor így nektek elmondani, amit amit így az Úr, uh, hiszem, hogy a szívemre helyezett mostanában, néhányatoknak ezt már mondtam, de most így el fogom mondani a többieknek is, hogy tudjátok, hogy nem olyan régen voltunk Izraelben, és uh, és hát láttuk, hogy ott, ott milyenek a helyzetek. Sajnos, hogy a, a híradóban, uh, tudjátok, hogy ott lakik a Joe Christian, és uh, elég sok információt uh, uh, kapja az ottani helyzetről, és azt mondja, hogy általában ami történik, annak pont az ellenkezőjét lehet a hírekbe látni. Úgyhogy ami hírek ide eljutnak hozzánk, hogy ott mi történik, azon nagyon nem kell, uh, arra nagyon nem érdemes alapozni, mert az nem igaz. De hát ezt eddig is tudtuk, hogy a híradó az nem mindig azt közvetíti, ami ami az igazság, viszont nagyon-nagyon pattanásig feszült a húr Izrael és a, az ellenségei között, és tudjuk, hogy meg van írva, és ezért, ezért is imádkozzuk, amikor imádkozunk Izrael felett, hogy hogy csak az történhet meg, ami megvan írva. És azért talán azt gondolom, hogy fölösleges imádkozzunk, hogy ne legyen háború, hiszen Isten igye beszél arról, hogy lesz az utolsó időben egy igen-igen nagy háború, és sok vér fog folyni, és hogy nagyon sok uh, szenvedés fogja azokat érni, akik ott vannak, uh, és az el van rendelve, ez meg fog történni, a kérdés az, hogy mikor fog ez megtörténni, de nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy, hogy uh, közelebbről. Uh, nem tudom, hogy hányan tudjátok, hogy Izraelben a kormány és az ellenzék egyesült, és ezt uh, a történelem azt igazolja, hogy idáig bármikor, amikor ezt megtették, ezt azért tették meg, hogy ha gyors döntést kell hozni, akkor azonnal tudjanak uh, döntést hozni, és azonnal tudjanak, ha kell uh, valamilyen uh, irányba lépni. És ezt idáig uh, Izrael a történelem során uh, azt hiszem háromszor tette ezt meg, és mind a három alkalommal rövid idő elteltével háborút indítottak, vagy háborúban vettek részt. Ez már most megtörtént, és uh, tudjátok, hogy minden irányból kapja Izrael a fenyegetést, és, és viszont fenyegeti ő is a körülötte levő országokat. Uh, ez csak egy dolgot jelent, ha Izraelben valami történik, az, az egész világra hatással lesz, és uh, arra is hatással lesz nagy valószínűséggel, hogy ugye várjuk az Úr Jézust vissza. És uh, amikor ugye Jézus mondta, hogy, hogy uh, mikor kérdezték a tanítványai, hogy mikor uh, jön vissza, hogy mikor lesz, ugye, akkor még úgy kérdezték, hogy a világ vége. Jézus azt mondta, hogy hallanatok-e háborúkról, háborúk híreiről, de ne rémüljetek, meg ez még nem a vég. És mondta, hogy még miknek kell megtörténnie. És ugye az is benne van többek között, hogy Istennek ez az evangéliuma kell, hogy hirdetessen uh, minden népeknek, és amikor mindenki, akiknek el volt, amikor az utolsó ember is meghallotta, Istennek ezt az evangéliumát, akkor jön el a vég. És mind a kettő nagyon fontos. Izraelben nagyon-nagyon úgy alakultak a helyzetek az utóbbi időben, hogy nagyon-nagyon élesedik egy komoly háborúra a helyzet. Lehet, hogy ezt még fogják tudni húzni valameddig, de ez csak az Úr kegyelme. Minden egyes nap ajándék, és azt látom, hogy ebből, amit csak ki szeretnék hozni, hogy az evangelizáció úgy látom, hogy hogy, hogy sokkal nagyobb teret kellene, hogy kapjon az életünkbe. Tudjátok, hogy ha azt hiszük, hogy az Úr húsz év múlva jön vissza, vagy száz év múlva, akkor hátradőlünk. De az igaz azt mondja, hogy legyünk készen, mert nem tudjuk, hogy melyik órában, vagy melyik nap jön el a, az Úr. Azt nem mondta, hogy, hogy a hónapot se fogjuk tudni. Azt mondta, hogy amikor látjátok, hogy mindezek a jelek megtörténnek, tudjátok, hogy közel van az óra. És azt hiszem, hogy a legtöbben már látjuk, azt ugye volt szó arról is, hogy földrengések lesznek, földcsúszamlások lesznek, ezeket látjuk, aki nézi ugye a híradót, hogy ezek elég sűrűn történnek különböző felkelések, háborúkról lehet hallani, és amikor elindul Izraelnél, akkor majd lesz hadd el hadd, én úgy érzem. És ez azt jelenti, hogy az idő közel van. És nagyon-nagyon fontossá vált az, hogy, hogy megmentsük még azokat a lelkeket, akiket meg lehet. Hogy dicsőség Istennek, hogy mi már bent vagyunk Isten országába, de sajnos sokan vannak, akik nincsenek. És néha úgy találhatjuk, hogy esetleg elég nehéz, egy tök jó dologról akarjuk uh, Hát túlzás az, hogy meggyőzni az embereket, de szeretnénk elmondani nekik, hogy, hogy, hogy semmiben nem kerül, hogy legyen örök élete, semmiben nem kerül, hogy ebben az életben jobban tudjon előre haladni, semmiben nem kerül, hogy ha akár beteg az Úr Jézus meggyógyítsa, és mégis sokan vannak, akik ugye elutasítják az örömhírt, és sokan vannak, akik nem figyelnek a hívó szóra, de előbb-utóbb ez az ajtó be fog zárulni, és azt mondja a Biblia, hogy most van itt az üdvösség órája, most van az az idő, a kegyelem napja, amikor a kegyelemből ezt el lehet fogadni. Hányan tudjátok, hogy el fog jönni az az idő, amikor már nem lesz ez ilyen egyszerű? Amikor, ha valaki el akarja fogadni az urat, akkor meg fog halni érte. És ez lesz az egyedüli mód, ahogyan a lelkét megmentheti, hogyha a testét elveszíti. Akkor, amikor már az Antikrisztus beül a, a trónba, és ugye megpecsételnek mindenkit, akkor, ha valaki fölvállalja Jézus Krisztust, ez az életébe fog kerülni. Biztos vagyok benne, hogy abban is, arról is hallottatok már, hogy amikor lesz ez az idő, hogy a, ugye az Antikrisztus fog uralkodni, és meg lesznek ugye bélyegezve az emberek, az egyik dolog, hogyha valaki nem veszi fel a bélyeget, ugye az azt jelenti, hogy nem tud adni, és nem tud venni semmit. Képzeljétek el azt, hogy a mai világban, főleg nagyvárosokban, hogy lehet úgy élni, hogyha nem tudnál adni meg venni semmit akinek van egy farmja, akinek van egy telke, még csak-csak meg tud lenni valahogy, anélkül, hogy adjon vegyen, de egy nagyobb városba. És ugye hány darab nagy város van már így a szerte a világon? Mi van azokkal, akik esetleg rájönnek arra, hogy amit mostanig hallottunk, az igaz, és, és nem veszik fel esetleg ezeket a bélyegeket, önmagába csak az nem kell senki megölje, önmagába az, hogyha nem tud adni, venni, nem, tud, nem nincs lehetősége arra, hogy abban a világban éljen. Önmagába ettől halára van ítélve, nem beszélve arról, hogy ki is fogják végezni őket, meg fogják ölni a hitükért. Most még semmiben nem kerül az embereknek ezt elfogadni az üdvösséget. És nagyon fontos, lássuk azt, hogy hogy Istennek a szíve kinyúl az elveszettek Éppen most itt nyitottam ki a Bibliát, nem terveztem erről beszélni, de hogyha már itt vagyunk, nyissátok ki a Bibliátokat a Lukács evangélium 15. fejezetére. Még van Biblia, igen, amit el lehet venni. Lukács evangélium 15. fejezetére, 15. fejezet, Lukács Evangélium 15, és az első verstől fogjuk megnézni. És azt mondja itt az ige, hogy közelgetnek vala pedig ő hozzá a vámszedők és a bűnösök mint, hogy hallgassák őt. És zúgolódtak a farizeusok és az írás tudók mondván, ő bűnösöket fogad magához és velük együtt eszik. Ugye tudjuk azt, hogy Jézus szereti a bűnösöket. És nekünk is nagyon kell arra figyeljünk, hogy ne vessük meg az embereket azért, ahol ők ma vannak, ahol, ahol most tartanak, mert ez egy múló állapot. Hányatokat hozott ki méről az Úr? és nem voltunk olyan szentek, nem voltunk olyan hívők, és ma itt tartunk. Ha akkor az Úr azt mondta volna rólunk, hogy ó, oh, hát ő vele nem érdemes foglalkozni, olyan bűnös, akkor mi még mindig ott lennénk. De azt mondja Isten igéje, hogy Istennek a jósága az embereket megtérésre indítja. Hogyha mi nem elítéljük a bűnösöket, hanem ahogy itt a Biblia mondja, együtt teszünk, együtt iszunk velük, és tanítjuk nekik Isten igét, és elmondjuk nekik az örömhírt, akkor olyanok vagyunk, mint Jézus. Jézus ezt tette. Ő pedig ezt a példázatot beszélte nékik mondván. Melyik ember az közületek, akinek ha száz juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elve, és nem megy az elveszett után, míg nem megtalálja azt. És ha megtalálta, felveti az ő vállára örülvén és hazamenvén, egybe hívja a barátait és szomszédait mondván nékik, örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett. Mondom néktek, hogy így módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Halleluja! Ugye látjuk ezt, hogy ez Isten szívét írja le nekünk, hogy ott van 99 igaz ember, azt hiszem, hogy nyugodtan beleképzelhetjük magunkat ebbe a 99-be. Az Úr Jézus megigazított, igazak vagyunk, az ő útján járunk, ugye, többé-kevésbé igyekszünk megmaradni a keskeny úton. De amikor valaki, egy bűnös jön az Úrhoz, valaki, aki, aki eltévejedett az Úrtól, és a világba ment, és a bűn, bűnös útra tért, azt mondja a Biblia, hogy Isten kinyúl érte, el tudjátok képzelni, hogy Isten ott hagyja a száz juhot. Te mit tennél egyébként? Én sokszor gondolkodtam ezen, ha az enyém lenne az a nyáj. Nem tudom, hogy gondolkodtatok-e azon, hogy amíg elmész megkeresni azt az egyet, előfordulhat, hogy még kettő-három elkoborol. Gondolkodtatok ezen? Ott hagyod a pusztába a 99-et, hogy azt az egyet megkeresd, de addig vajon mi lesz a többivel? De azt mondja az Úr, hogy ő sokkal jobban érdekli az az egy, aki eltévejedett, mint a 99 igaz, akik az úton vannak, akik ő rá figyelnek, akik hallgatnak rá, akik ugye azt mondja, az én juhaim hallják az én szómat. De az, aki eltévejedett, aki nem hallgatta meg az ő szavát, Isten szereti őket. És tudjátok, Isten sose adja föl. Voltatok már így, hogy feladtátok, valakit próbáltatok megnyerni az Úrnak, próbáltátok újból, újból, és újból, és újból, és azt mondtad, hogy kész, El, így fog meghalni pokolba fog kerülni, ennek annyi. Isten nem adja fel. Lehet, hogy te úgy érzed, hogy ebből nem lesz semmi, Isten hisz benne, és Isten hisz abba, hogy, hogy a megfelelő arató munkás le fogja tudni aratni. Isten hisz abba, hogy tud minket használni az ügyben, hogy embereknek az üdvösségét megnyerjük. És neki igenis fontos. És hogyha mi szeretjük az Urat, akkor nekünk is fontos kell, hogy legyen. Nem tudom, hogy hogy érzitek ti magatokat, én egy kicsit úgy érzem, mint aki így hátradőlt volna, hogy, hogy el vagyunk, ülünk a langyos vízbe, és így milyen jó ez, de nem jó. Azt mondja Isten igen, hogy vagy legyél meleg, vagy legyél hideg de hogyha langyos vagy, akkor kivetlek az én számból. Nem jó az, amikor így ellangyosodunk, amikor közömbösé válunk. Látjuk az embereket, mennek a pokolba, ha, úgy kell nekik. Ők a saját döntésük, miért nem fogadják el az Urat. Nekünk részünk van ebben. Amen. És Isten szeretne használni minket, mindannyiunkat. Szeretne használni abban, hogy, hogy üdvösségeket nyerjünk. Szeretne használni abban, hogy az ő munkáját elvégezzük. És van egy jó hírem. Olyan sokan azért, többek között azért fáradtunk esetleg bele ebbe a munkába, mert uh, lehet, hogy nem láttad azokat az eredményeket, amiket szerettél volna. Nagyon sok embert azt fáraszt le, hogy a Biblia mondja, hogy azon aggódik, hogy mit tegyen, mit igyon, mivel ruházkodjon, de mit mond Isten igéje? Hogy csak keresd először Isten országát, és az ő igazságát, és mindezek megadatnak néktek. Amen. Sajnos még nem uh, tudtuk elérhetővé tenni azt a mindenki számára azt a tanítást, ami már le lett fordítva a hogyan arassunk című tanítás, a Kismurnak a tanítása, de ott van a gépemen, és hogyha bárki oda jön hozzám, szívesen átmásolom addig is, amíg fölkerül az internetre, de már folyamatban van. Egyébként ma elkészült ennek a tanítássorozatnak a második része. Ha bárkinek gondjai voltak anyagi téren, akkor nagyon nagyon erősen és szívből ajánlom, hogy hallgassátok és hallgassátok, és, és cselekedjétek, amiket ezekben a tanításokban hallotok. Tele van Isten igényével, és tudjátok, van valami nagyon érdekes dolog. Ha olvastátok már azt, hogy a, aki vet, az arat. Olvastátok már ezt. És nagyon sokszor azt tapasztalhatjuk mi hívők, és én is ezt ezt tapasztaltam, hogy nem olyan mértékben arattam, mint amilyen mértékben vettem, ha valaki tudja, hogy miről beszélek. Hogy tudod, hogy elveted, az igen azt mondja, hogy 30-60 szorosát fogod aratni annak, de ha igazán őszinte akarsz lenni magaddal, akkor lehet, hogy néhányan vagyunk úgy, hogy azt tapasztaltuk, hogy én vetettem, 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 de még ha csak a 30-szorosát veszem sem, arattam még le teljesen azt, amit én elvetettem annak a 30-szorosát. Nagyon sokan ennek a töredékét nem uh, aratták le Hogyha valaki megpróbál képmutató lenni, akkor én elhiszem neki, ha ő azt mondja, hogy én már pedig learadtam a százszorosát minden vetésemnek, de hol lennénk, hogyha tényleg learadtuk volna a százszorosát a vetéseinknek? Nem itt, az biztos, nem itt tartanánk. Emlékeztek egyik alkalommal a Zsolti bizonyságot tett, hogy az Úr hogy megáldott az, a, a, vetését, és hogy ő azt javasolja, hogyha aratsz, akkor abból az aratásból valamennyit tegyél félre, azt vesd el újból, megint aratni fogsz annak csak egy töredékét, megint vesd el újból, és, megint, és egyre nagyobb összegeket vessél el, és hova fogsz eljutni. Hogyha ezeket gyakorolnánk pillanatok alatt, egész máshol tartanánk. Tudjátok, hogy mi az érdekesség? Hogy nagyon sokan, és javaslom ezeket, ugye most ismételni fogok néhány dolgot ebből a tanításból, de azt hiszem, hogy nem baj, addig is, amíg meg tudod hallgatni, hogy van egy nagy dolog, amit elvétettünk. Sajnos legtöbb ige tanító, hányan tudjátok, hogy azt tudjuk hirdetni, amit tudunk. Amen. És azt mondja Isten igje, hogy a tudásunk az nem teljes még. Akkor, amikor majd ott leszünk az Úrnál, akkor, akkor teljesen fogjuk látni a dolgokat, addig, amíg itt vagyunk, részeket ismerünk. És az, amit ismerünk, azt tudjuk hirdetni, de hányan tudjátok, hogy az, amit nem ismerünk, az okozhat nekünk egy kis problémát. Ha valamit nem tudsz, Tegyük fel, hogy valaki nem tud bizonyos törvényeket, akár a magyar törvény, törvényekből megtesz bizonyos dolgokat, ő nem tudta, ez nem mentesíti, hogy a törvényt érvényesítsék fölötte, igaz? Lehet, hogy enyhíti a körülményeket, de attól függetlenül felelősségre fogják vonni az illetőt. És ugyanez van szellemi értelemben. Ha nem tudunk valamit, az nem jelenti azt, hogy akkor ez nem is érdekes, hanem azt jelenti, hogy, hogy az valamilyen módon hatással lesz ránk. És nem tudom, hogy észrevettétek-e azt, hogy mostanig a legtöbb igei tanító is azt a benyomást keltette, ami az anyagi vonatkozást illeti. Ha valaki gyarapodni akar, akkor magot kell, hogy vesse. Ha nem vetsz magot, nem fog szaratni. Hallottátok már? És ez igaz is. Azt is igen erőteljesen hangsúlyoztuk, hogy nem elég csak magot vetni, azt a magot öntözni kell, igaz? Mivel tudjuk öntözni a jó megvallásainkkal. Hallottátok? Mindenki hallotta, ugye? És azt a benyomást keltették sajnos, és keltettük magamat beleértve a prédikátorok, hogy ha elvetetted a magot, és bőségesen vetettél, és bőségesen tettél megvallást, akkor biztos lehetsz benne, hogy az aratás jön, és le fogod aratni az aratást, és áldott leszel, és nagyon áldott leszel, mert ezt mondja Isten igéje. Ugye? Ezt ismerősen hangzik. Tudjátok, hogy mind gondolkodtam, és ezek a tanítások kezdtek, kezdtek el indítani, hogy ilyeneken gondolkodjak, hogy, hogy, azt mondja a Biblia, hogy aki vet, az arat. És tudjátok, valahogy az az érzés, azt az érzést hagytuk az emberekbe, hogy, hogy csak ennyi minden, hogy te vetsz magot, megteszed a megvallásodat, és áldott vagy. És valahogy ezt az aratás részét ezt teljesen kihagytuk. Mint hogyha magától érthetődő lenne, hogy az a mag, az magától be fog jönni. Nagyon sokan lehet, hogy azt gondoltuk, hogy ez automatikus, ha én elvetem a magot, az vissza fog jönni hozzám. De nézzük meg, hogy például ez a fizikai világban így működik, valaki elveti mondjuk a búza magot. Aztán öntözi, locsolja, és hogyha szükség van, vegyszerezi, és mikor jön az aratás, akkor azt mondja, hogy ó, majd úgyis bejön az aratásom. Ha valaki nem megy ki, Learatni. Vajon mi fog történni azzal a vetéssel? Be fog jönni magától a, a tárházakba, ugye? A, elveszik, az egész elveszik. Figyeljétek meg, hogy hogyan van megfogalmazva, de nem csak ez az egyige, hanem rengeteg ige ezt mondja, hogy aki vet az arat. És figyeld meg azt a szemét, akire utal, hogy ki arat. Mert mi az aratásról nem igazán beszéltünk. A magvetésről beszéltünk, a öntözésről beszéltünk, és az aratásról egyáltalán szinte nem beszéltünk. Márpedig, ha valaki nem megy ki, és azt a termést nem aratja le, ami megsokszorozódott, akkor az a termés el fog tudni veszni. Értitek-e, hogy sajnos hol rontottunk el egy csomó mindent? És a helyzet az, hogy, hogy Sokan azt gondolják, hogy ez Isten része, az aratás. Én elvetettem a magomat, én megtettem a megvallásomat, most Isten jön. És igenis van Istennek szerepe ebbe. Tegyük fel, hogy egy magról beszélünk, akár egy, egy búza magról, amit mi elültetünk, elvetünk. Mi nem tudjuk azt okozni, hogy az a mag megsokszorozódjon, igaz? Azt bármennyire akarjuk, az nem tőlünk függ. Isten úgy teremtette meg azt a magot, ha azt a jó földbe vetik el, az a mag meg fog sokszorozódni. És ez természetes, ebben élünk, ezt mindenki tudja, és ezt nem tartjuk csodának, pedig ez egy csoda. Az egy csoda, hogy elültetsz uh, uh, paradicsom magot, és paradicsom fürtök fognak jönni, és sok-sok paradicsom fog neked teremni. Ez egy csoda, hogy ez megsokszorozódik. És ez Isten része. Hogyha te elveted a magot, az Isten része, hogy az a mag meggyökerezzen, hogy az a mag megsokszorozódjon, és nagyobb termést legyen. De hányan tudjátok, hogy még onnantól kezdve valakinek egy kis dolga van azzal a terméssel, ha ezt valaki élvezni akarja. Valakinek ki kell menni a kertbe, le kell szedni azt a paradicsomot, valakinek fel kell ülni a kommányra, le kell aratni azt a, azt a megsokszorozódott termést, és be kell hozni. És hányan hiszitek azt, hogy a Biblia nem véletlenül mondja azt, hogy aki vet, az fog aratni. Az azt jelenti, hogy ha én elvetem azt a magot, nekem kell, hogy learassam, nem fogja Isten megtenni helyettem. Én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy meg fogja tenni. Én azt gondoltam, ha én elvetem a magot, akkor az a mag meg fog sokszorozódni, be fog jönni hozzám, és, és bizonyos mértékig ezt meg is tapasztaltam. Biztos vagyok abban, hogy te is, aki itt ülsz, vagy aki hallgatsz az interneten keresztül, vetettél már magot, és arattál valamilyen mértékbe. Hányan hiszitek, hogy Isten óriási kegyelme volt az, hogy learadtuk azokat a magokat is, amiket learadtunk, mert nem uh, mentünk ki aratni a legtöbben, hanem valahogy uh, úgy, úgy alakult, hogy éppen, éppen ez úgy hozzánk jutott valahogy. Hányan tudjátok, hogy az aratás, például a szőlőnek a szüretelése, mondjuk akinek alma ültetvényei vannak, leszedni az almát, vagy akinek krumpli földje van, kiszedni a földből a krumplit, amikor az már uh, megérett rá, az munka. Hányan hiszitek? Méghozzá elég kemény munka. És ennélkül, a munka nélkül, hiába vetette valaki el a magját, ha nem megy ki leszedni. Hiába öntözte, hogyha nem megy ki leszedni. És emiatt sajnos nagyon sok vetés elment kárba. De hányan tudjátok, hogyha mi erről megértést veszünk, kijelentést veszünk, és megtanulunk aratni, megtanuljuk, hogy mit jelent ez, akár... Fizikai értelemben az aratás, mit jelent akár szellemi értelemben ez az aratás? Hányan hiszitek azt, hogy sokkal jobb magvetők vagytok most, mint ezelőtt, mondjuk tíz éve? Ha tudunk fejlődni a magvetésbe, fogunk tudni fejlődni az aratásba is. Hányan tudjátok, én ezt tapasztalom, mióta így az urat szolgáljuk, hogy az emberek, akik újjászületnek frissen, és megismerik Isten jóságát, szinte nem kell őket tanítani arra, hogy vessenek, hogy adjanak. Az a szeretet, ami, ami kitöltetett a szívükbe, arra indítja őket, hogy adjanak, hogy segítsenek, hogy jót tegyenek. Valaki ezt már megtapasztalta, hogy ahogy az Úr megérintette a szívedet, nem kell téged ö, ostorozni arra, hogy adjál, segítsél, tegyél valami jót, mert egyszerűen az a szeretet, ami kitöltetett a szívedbe, indít téged arra. De hányan tudjátok, hogy sokkal több idő kell ahhoz, hogy valaki megtanuljon aratni? Valaki akar adni neked valamit. Hányan utasítottunk már vissza olyan emberektől, akikről azt gondoltuk, hogy ők lehet, hogy kevésbé áldottak, mint mi, és lehet, hogy neki nagyobb szüksége van. Volt már valaki, aki visszautasított? Akartak adni neked valamit, és azt mondták, hát nem fogadhatom el, de igazából örültél volna neki, de, de úgy, hát nem fogadhatom el, nem fogadhatom el. Volt ezzel így valaki? Idő kell, amire megtanuljuk elfogadni a dolgokat. Azzal, hogy mi elfogadunk valakitől, ezzel őket őket lehetőséghez jutatjuk, hogy ők vethetnek magot, amit le fognak aratni. Azt hiszem, hogy uh, föl fogjuk tenni ezeket a tanításokat a Youtube-ra, és remélem, hogy mindenki meghallgatja, és nagyon sokszor, és abban biztos vagyok, ha valaki ezeket a tanításokat hallgatja, nagyon rövid időn belül meg fog változni az anyagi helyzetünk. Amikor megtanuljuk, hogy nem csak azért kell a felelősséget vállaljuk, hogy a magukat elvessük, hanem azért is, hogy ezeket a magukat behozzuk, miután Isten megsokszorozta azt a vetést, hogy ezt behozzuk. Uh, hogy adjak egy-két tippet, hogy mit is jelent az aratás. Emlékeztek arra az esetre, amikor uh, Jézus kölcsönvette Péternek a csónakját, és a csónakból prédikált a tömeg felé. Rögtön, ahogy befejezte a prédikációját, azt mondta uh, Péternek, hogy evezz a mélyre, és vesti a hálódat fogásra, emlékeztek a történetre. És emlékeztek-e arra, hogy hogyan reagált erre mindjárt Péter? Azt mondta, hogy mester, egész éjszaka fáradtunk, és nem fogtunk semmit. Ugye? Elsőre nem azt mondta, hogy ó, uram, ha te mondod, én megyek, persze, hát hogy ne. te biztos tudod. Péter halász volt. Tudta, hogy mit csinál, tudta, hogy mikor van a legjobb fogás, ismerte a tavat, ismerte, biztos vagyok benne azt, hogy melyik részeken érdemes halászni, hol nem érdemes halászni, és ennek ellenére, egész éjszaka fáradoztak, és nem fogtak semmit. És az Úr azt mondja, nappal, valószínűleg már lehetett akár ö, kora délelőtt, és ö, a nap sütött ezerrel, a halak elmentek biztos jó mére, hogy, hogy ö, senki ne tudja őket bántani, és az Úr azt mondja, hogy evez a mére, és vest ki a hálódat fogásra. És Péternek is az első gondolata az volt, de hát mester, ezt már megpróbáltam. Ezt csináltuk egész éjszaka, amikor kellett volna, és akkor se fogtunk semmit. Én fáradt vagyok, haza kellene menjek, mert holnap este megint kell dolgozzak, már így is uh, aludnom kellene, és éhes vagyok, és fáradt vagyok, és semmi kedvem nincs kidobni megint a hálót. Ugye tudjátok, hogy miután behozták a hálóikat, utána mosogatták. Most, ha kidobja a hálóját fölöslegesen, összeszed egy csomó szemetet, akkor attól ki kell takarítsa a hálóját, és uh, órákig fog tartani neki, mire elmehet újból aludni. Hogy mindjárt tudjon menni, újból halászni. És semmi kedve nem volt ehhez Péternek. És tudta nagyon jól, hogy, hogy semmi értelme nincs ezt megtenni. De utána azt mondta, hogy de mivel te mondod, Uram, ezért megteszem. Ő nem akarta magától megtenni. Az aratásodnak a része az, és a legfontosabb része az, hogy ha az Úr szól hozzá, hogy tegyél meg valamit, akkor ne okoskodjál, akkor nem mondd azt, hogy de mester, én ezt már százszor megtettem. Ezt tettem egy óra, ha azt mondja az úr, hogy tedd meg most, és ezt tedd meg, vagy azt tedd meg, és így tedd meg, akkor azt kell, hogy megtegyed, mert az fogja meghozni neked az aratást. Emlékeztek-e, hogy mi lett Péter esetében az eredmény? Elkezdték behúzni a hálót, és érezték, hogy szakadozott a háló, annyira tele volt. Intettek a, a társaiknak, a partnereiknek odajöttek, a, megtöltötték mind a két hajót annyira. El tudjátok képzelni ezt a halászhajót, hogy annyira tele van, hogy oldalt már ömlik befele a víz, annyira tele van mind a két hajó. És alig bírták kivonszolni ezt a fogást. Isten nem egy szegényes Isten. És nem tudom, hogy már meggyőződtél-e arról, hogy nem szereti Isten azt, hogyha azt látja, hogy az ő gyermekei szükségben vannak. Mikor neki ott van mindene, és emlékeztek, ugye a múlt héten meg előtte is erről volt szó, hogy ő már odaadott nekünk mindent. Nincs azt hiszem egy szülőnek annál rosszabb, amikor azt látja, hogy a gyermekének lenne lehetősége arra, hogy jól éljen, és a helyet szűkölködik ott van minden, amit élvezhetne, olyan, mintha tele van a ruhád jó ruhák, vagy tele van a szekrényed jó ruhákkal, és te mindig ugyanazokat a kopott ruhákat hordod. Milyen érzés lehet a szülőnek látni azt, hogy már leszakad rólad az a farmer, de nem azért, mert ez a legújabb divat, hanem mert addig hordtad, és, és még mindig abba jársz, már kiment a színe a ruhádnak, de te még mindig abba jársz, a cipőt talpa kiukad, de még mindig abba jársz, miközben otthon van vagy tíz cipőd a három szekrény tele van ruhákkal, de te mindig ugyanazt az egyet használod, ami már lassan leszakad rólad. Isten nem szereti így látni a gyermekeid. Isten szeretné azt, hogy amit ő odaadott nekik, azt vegyék birtokba, és élvezzék ezt a földi életet. Amen. Jézus azt mondta, hogy a tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, őjön és pusztítson, de én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Amen. Halleluja. Valakinek van kedve ehhez a bőséghez? Hogy megtapasztaljuk, hogy élvezzük ezt a bőséget. Már elkezdett az Úr elárasztani az Ő ö, jóságával, is, és már ö, mióta kezdtem hallgatni ezeket a tanításokat nem olyan régen, bevallom nektek, hogy elkezdtem aratni, még magasabban. Jobb, eddig is arattam, és köszönöm Istennek, de ahogy mondom nektek, ez az Úr kegyelme volt, de elkezdtem még jobban aratni, és biztos vagyok benne, hogy te is ezt fogod tenni. És nagyon fontos az, hogy, hogy vállaljuk a felelősséget. Az aratásért is, és hogy menjünk ki. Csak még egy példa ezzel az aratással kapcsolatban. Hányan tudjátok, hogy ahogy működnek a dolgok szellemben, úgy működnek a dolgok a fizikai világban is. Például Jézus egy csomó példázatot mondott, a, amit a fizikai világból vett. Ugye mond például a magvető példázatát azt mondta, hogy ha a föld ilyen, vagy olyan, és oda esik a mag, akkor nem fog gyümölcsöt teremni, ha az útszérre esik, akkor a, a madarak fölkapkodják, hogyha a tövisek közé esik a mag, akkor ugye a tövisek megfolytják azt, és csak a jó földben terem de ugyanez van ugye a szellemi értelemben, nagyon jól tudjuk, hogy az, a, az, egy példázat volt, és a szívünket jelképezte, és hogyha a szívünk nem megfelelő állapotú, akkor az ő igéje nem fog tudni gyümölcsöt teremni a mi szívünkbe. És nagyon komoly párhuzamot lehet vonni a között, ami a fizikai világban történik, és a között, ami a szellemi világban. És az első a szellemi volt, és utána lett a fizikai mert a látható dolgok, a láthatatlanból állottak elő. Hogyha ez az aratás ilyen automatikus lenne, mint ahogy én is, meg talán sokan közülünk ezt gondolták mostanig, akkor szerintetek miért mondja Isten igéje a szellemi dolgokra vonatkozóan, hogy kérjétek az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Gondoljatok csak bele, hogyha Isten elvetette az ő magját, ugye? Jézus Krisztust. Tudjuk, hogy ő a romolhatatlan mag volt. Isten elvetette ezt a magot, és meg volt profétálva Jézus felett, és nagyon örülök, hogy végre megértettem ezt az igét. Emlékeztek, amikor Fülöphöz odamentek a görögök, és mondták, hogy, mest, hogy látni akarjuk a mestert. Emlékeztek erre az esetre? Fülöp odament Jézushoz, és mondta neki, hogy a görögök látni akarnak téged. Jézus erre valahogy teljesen más, máshogy válaszolt. Azt mondta, ha a mag nem kerül a földbe, és meg nem hal, akkor csak egyedül marad. Ha belekerül a földbe, és meghal, sok gyümölcsöt terem. Biztos, hogy benne Fülöp lefagyott, hogy nem értette ezt, most hova kell tenni. Mi van a maggal? Én a görögökről beszéltem mostanig, akarnak látni. Lehet, hogyha meghallgatnak, még kapunk egy nagy adományt, ami most pont jól jönne. Mi van a maggal? Nem értem. Hogy jön ide ez a mag? Ez, amit Jézus mondott, ez egy profécia volt saját magáról. Ha ő életben marad akkor egy, egyedül marad. Ha a földbe kerül, és meghal, és meghal, utána sok gyümölcsöt fog teremni. Hányan hisztek a százszoros aratásba? Ugye elhiszitek, hogy létezik ilyen dolog. Van, akik nem hisznek benne. Szerintetek, ugye Jézus volt a romóhatatlan mag, Isten elvetette ezt a magot. Vajon termette százszorosat ez a mag Istennek? Vajon legalább száz ember született újjá, azáltal, hogy Jézus meghalt és föltámadt? Hogy gondoljátok? Több ezer? És mit szólnátok több millióhoz? Vagy esetleg milliárd a, az év ezredek során? Százszoros aratás? Hát igenis létezik a százszoros aratás. És hogyha nem hiszed, akkor nyugodtan mélyegyébe bele az igébe. Vannak rá igék. Én is sokszor néztem, hogy egyáltalán van-e erre bármilyen ige is, hogy százszoros aratás, mert tudom, hogy ahol arról ír a Biblia, hogy 30-60 százszoros, ott nem kifejezetten uh, vetésről vagy pénzről van szó, hanem ott az igéről beszél a, a, Biblia. De igenis van szó százszoros aratásról. Például az Ószövetségben, amikor Isten azt mondta uh, Izsáknak, hogy maradjon azon a száraz földön, nem menjen Egyiptomba, maradjon ott, vetett a szárasság idején, is mi történt? Még abban az évben aratott százszor annyit. Amen. De tudjuk, hogy ez az Ószövetségben van. Az Ószövetségben, hogyha volt százszoros aratás szerintetek, az Új Szövetségben kevesebbünk lenne. Rosszabb feltételek, rosszabb szövetség alapján köttetett volna az Új Szövetség, vagy jobb szövetség alapján. Mit mond a Biblia? Jobb szövetség alapján. Amen. Ha akkor volt százszoros aratás, garantálom neked, hogy most is van az új szövetség alapján. De ne hidd el ezt nekem, hanem uh, hallgass meg ezeket a tanításokat, vedd a Bibliát a kezedbe, ellenőrizd le, hogy mondja-e ezt a Biblia, és ha igen, akkor fogadd el. Amen. Halleluja. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon érdekes lesz, ahogy elkezdjük ezt hallgatni. Én ideig a második... Uh, ez egy tanítás és még csak a második része lett lefordítva, 11 részes ez a tanítássorozat. És már most ennyi újdonságot mondott, szerintetek mi van még ott? Sok minden. Nem A Zsoltárok könyvére, hogyha ellapoznátok a 20-as fejezetre, az úr néhány bíztató igét mutatott, és szeretném megosztani veletek. Zsoltárok könyve és a 20. fejezet. És hiszem azt, hogy ebből néhány igevers uh, bizonyos személyeknek szól, személy szerint, és hogyha úgy érzed, hogy ez neked szól, akkor fogadd el, fogadd be a szívedbe, és forgasd a szívedbe, és vald meg, ha szükséged van rá. Zsoltárok könyve 20. fejezet, és az első verstől. Meghallgat téged az Úr a szükség idején, megoltalmaz téged a Jákob, Istenének neve, segítséget küld néked a szent helyről, és támogat téged a Sionból. Halleluja. Tudjátok, hogy a Sion az a gyülekezet, ugye? Halleluja. Megemlékezik minden ételáldozatodról, és elfogadja égő áldozataidat. széla És most jön a legjobb, azt mondja, hogy szíved szerint cselekszik veled, és beteljesíti minden tanácsodat. Örvendezünk a te üdvösségedben, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtatunk, az Úr beteljesíti minden kérésedet. Halleluja, tudsz-e örülni neki? Azt mondja, hogy az Úr beteljesíti minden kérésedet. Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét, meghallgatja őt Szent Egeiből, jobbjának segítő erejével. Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak, mi pedig az Úrnak, ami Istenünknek nevéről emlékezünk meg. Amen. Halleluja, melkasban is gyógyító kenet van. Tudjátok, valami már nagyon régóta a szívemen van, és, és mostanig több héten keresztül nem volt erre lehetőség, hogy ezt elmondjam nektek, hogy egy kicsit úgy tűnik, mint az emberek kezdtek volna egy ellankadni, nem látni a fényt, nem látni a reményt, hogy, hogy hogy ebben a helyzetben, amiben most van így az egész világ, vagy Magyarország, vagy akár ha, ha közelebbről nézzük, te vagy én, nagyon sokan úgy vannak vele, hogy, hogy nem látják, hogy ez hogy lehet jobb. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele. Hallott, hogy mindenkit kirúgnak, leépítések vannak, a dolgoknak megy fel egyre jobban az ára, egyre kevesebb a munkahely. Ki bizakodó, ugye, a mai világban? Ki hiszi azt, hogy a dolgok lehetnek jobbak, megváltozhatnak a dolgok. És tudjátok, hogy van az aratással kapcsolatban is egy dolog. Azt hiszem, hogy ezt az igét meg fogjuk nézni. Ide visszajövünk, ha könyv, van könyvjelződ, akkor tedd be, és megnézem, hogy ez melyik is, de azt hiszem, hogy a prédikátor könyvére, hogyha ellapoznánk, A 11. fejezet 3-as versre, akkor ott nagyon érdekes dolgot fogunk lap, ö, olvasni. Prédikátor könyve 11. fejezet és a 3-as vers. Ott vagytok. Azt mondja itt a Biblia, hogy amik, ö, mikor a sűrű fellegek megtelnek, esőt adnak a földre, és ha leesik a fa délre vagy északra, amely helyre leesik a fa ott marad. Emlékeztek arra, hogy mikor imádkozunk, sokszor szoktuk ezt mondani, hogy mozgassuk meg az imaerőket, és töltsük azokat a fellegeket minden megvallásoddal. Van egy segítségem hátulról. Bocsánat. Tehát minden, Minden megvallásunkkal töltjük ezeket a felhőket, és amikor ezek a felhők megtelnek, akkor esőt adnak a földre. Nem tudom, hogy valaki észrevette a tegnap, hogy elég komoly esők estek. Mindent megszagadtak. Amikor a felhők megtelnek, akkor nem tudnak más csinálni, kiürítik magukat és esőt adnak a földre. Amikor a hitünket gyakoroljuk, a hit, tesszük a megvallásainkat, a, a, hited elkezd növekedni, és amikor elérte annak a csúcspontját, akkor valóságban jön az a dolog. Amikor el tudod fogadni a hiteddel azt, amiért imádkoztál, és megteszed a helyes megvallásokat, akkor az a dolog megvan neked. Amen, ugye, amikor kértük, megvan, de így, itt itt tudod elfogadni. És hogyha ezeket a felhőket megtöltötted, és megteltek, akkor ezek kiürítik magukat, és neked az a dolog valóságban jön. De a következő vers nagyon érdekes. Azt mondja, hogy aki a szelet nézi, nem vet, és aki a sűrű fellegekre néz, nem marad. Ugye ezt az igét is sokszor hallottuk, hogy ha a tekintesz, akkor nem fogsz magot vetni, ha nem vetettél magot, felesd el az aratást, ugye? De képzeld el, hogy már elvetetted a magodat. Mert akkor éppen nem a szelet nézted. De hogyha már ott az idő, hogy arassál, és a fellegekre nézel, mi, fo mi fog történni? Fejembe esik a lámpa. <laughs> Mi fog történni akkor, hogyha rossz dolgokra nézünk? Ugyanígy, ahogy ha a rossz dolgokra nézünk, ahogy itt mondja a Biblia, hogy aki a szelet nézi, nem vet. Ha a szelet nézünk, ha nem a helyes dolgokon van a figyelmünk, akkor azt tudjuk mondani, hogy a vetéseket elnapoljuk. Most nem tudok adakozni, most nem tudok vetni, mert ez meg az van az életemben. Először kifizetem az autót, a lakást, meg ezt, meg azt, és majd utána fogok tudni vetni. Ha valaki a szelet nézi, nem vet, és nyilván nem lesz aratása. Viszont ha valaki elvetette már a magját, megtette a megvallásait, ott van az idő, hogy arasson, és a fellegeket nézi, hogy mindjárt első lesz. Nem megy kiaratni, mi fog történni? Most nem olvastuk fel, de mondja a Biblia az, hogy az eszes nyárban gyűjt, és megszégyenítő fiú, aki alszik az aratás idején, ugye? Át lehet aludni az aratást, hogyha az aratás idején nem a megfelelő dolgokra tekintünk, megint csak el fog menni mellettünk az aratás, és nem fogjuk learatni azokat a magokat, amiket elültettünk, amiket Isten megsokszorozódott, és ami készen áll, hogy valaki leszedje. Hányan hiszitek azt, hogy fontos, hogy hitben járjunk, amikor elvetjük a magokat? Amen. Különben nem lesz olyan eredményes. Fontos az, hogy hittel öntözzük, hogy a megvallásainkkal, hittel teljes megvallásokkal öntözzük a magjainkat. De legalább ilyen fontos, hogy hittel menjünk kiaratni, amen? Hogy amikor kimegyünk uh, evangélizálni, ne úgy menjünk, hogy hát meglátjuk, hogy ki mit gondol. Nem. Hittel, hogy mi most le fogjuk aratni, az angyalok behozzák, odahozzák az elveszetteket, mi meg le fogjuk aratni azokat. Amen. És ugyanígy az anyagi, vagy bármilyen más területen, hogy hittel kell, hogy kimenjél aratni. És azt mondják, de ilyen gazdasági helyzetbe akarsz te aratni? Ilyen gazdasági helyzetbe akarsz előre menni? Jézus mit mondott? Ebben a világban élünk, de nem ebből a világból valók vagyunk. Ki a mi ellátásunk forrása? Az emberek, vagy a mi mennyei atyánk? A mennyei atyánknál van infláció? Van mennyei atyánknál esetleg, uh, mi van most, válság? Van Istennél válság? Nincs válság, nincs uh, probléma, nincs uh, megszorítás, nincsenek kirugások, hanem növekedés van, amen, Isten országa terjed. És teljesen mindegy, hogy most milyen anyagi helyzetben, milyen uh, uh, gazdasági helyzetben van a világ, ha te nem a felhőkre tekintesz, akkor akármilyen körülmények között is fogsz tudni aratni, mert ez természet feletti. Amen. Lehet, hogy a természeti síkon azok, akiknek nincs bizodalmuk, azok, akik nem Istenben bíznak, azt mondják, hogy ilyen helyzetben mit vársz, örülök, ha nem rúgnak ki. De téged elő fognak léptetni, hozzád jó lehetőségek fognak jönni, ha nem fogadod el az ördögnek ezt a hazugságát, hogy ilyen időben akarsz te előre haladni. Igen, Istennel minden lehetséges. Amen. Ami embereknél lehetetlen, Istennél lehetséges. Amen. Fel tudjuk -e emelni a szemünket a válság fölé? Fel tudjuk-e a hitünket emelni, hogy annak ellenére, hogy mi van a világban, engem el fog látni az én mennyei atyám? Gondja van rám. Én az övé vagyok, és ő gondot visel rólam. Én a gondjaimat odaadom neki, ő pedig gondot visel rólam. Amen. Hisszük-e azt, hogy ő lát el bennünket? Ő adja az erőt a meggazdagodáshoz, és nem ad hozzá nyomorúságot, ugye? Ő az, akinek az áldása meggazdagít minket. Amen. El tudjuk-e hinni? Tudod, honnan lehet ezt tudni, amikor elhitted? Elkezdesz mosolyogni. Elkezdesz örülni. Amikor elkezded látni a kiutat, tudod, hogy mi az, amit rosszul tettél, tudod, hogy ezt meg azt abba hagyom, ezt meg azt elkezdem tenni, és aratni fogok. Amen lelkes leszel. Ha látod a fényt, akkor lelkes leszel. Amen. Nem tudsz úgy ülni, nem tudom, hogy hogy dolgoznál a munkahelyeden, hogyha azt mondanák neked, hogy holnaptól egy kicsit emelünk a fizetéseden. Mondjuk olyan tízszeresére. Vajon milyen kedvel ülnél a munkahelyeden, ha csak így tízszeresére fölemelnék a fizetésedet? Azt hiszem, szívesen menné be holnap dolgozni, nem? Azt mondanád, hogy ah, nem baj, kell egy kicsit túlolázni, ráérek, pont. Éppen ráérek, nem probléma. Ugye? Istennél lehetetlen az, hogy tízszerese legyen. Tudjátok, ha csak a vetéseinket learatnánk, olyan mértékben, hogy Isten igen mondja, lehet, hogy nem lenne szükség arra, hogy olyan helyen dolgozzál, ahol most dolgozol. Lehet, hogy sokkal másabb munkát vállalhatnál, vagy sokkal másabb munkád lehetne akkor, ha az aratásaidat te már mind begyűjtötted volna. Amen. És erre van lehetőségünk. Hányan hiszitek, hogy nem Istenem múlik a mi aratásunk, hanem rajtunk? Istenen az múlott, hogy a magot megteremtse. Hányan tudjátok, hogyha a mag nem így lenne megteremtve, hogy az újra tudja termelni magát és megsokszorozza magát, ha nem lenne földünk, amibe ezt a magot belevessük, vagy nem lenne annyi bölcsességünk, hogy, hogy, a magot bele kell rakni a földbe ahhoz, hogy teremjen, akkor elég nehéz helyzetben lennénk. De Isten megteremtette a magot ilyen csodálatos módon, hogy egy magból sok-sok-sok mag lesz, Adott nekünk bölcsességet, a földet is úgy teremtette meg, hogyha abba belerakod a magot, az terem. Nem olyan régen anyósunk, ugye, vett egy új házat, mármint újat magán, neki, hogy az neki új, nem volt új a ház, csak uh, neki, és uh, hát semmi nem volt az udvaron. Hát most, ha odamész, botanikus kert van. Azon gondolkodtam éppen napokban, hogy ez hogy történhet. Ez a föld, semmi nagy dolog nincs benne, a legtöbb helyen nem terem semmit, vagy csak max fűnő, mindenhol mindenfajta virág van. Csak magot tette abba a földbe, de a föld megteremte azokat a virágokat, tele van minden, mindenhol virággal, veteménnyel, pedig nagyon pici az udvar. És az a kis föld, ami van, mindenhol a magokkal, és sokszorosát teremte, és gyönyörű szép virágok lettek, és termések lettek. Miért? Mert Isten így teremtette meg a magokat. Isten az ő részét megteszi, ha te elveted a magot, Isten meg fogja sokszorozni a te magodat. Csak nekünk meg ki kell menni és learatni. Amen. És meg kell tanuljuk, hogy hogyan kell aratni, mint ahogy megtanultuk, hogy hogyan kell vetni. Amen. Ha a szelet nézzük, akkor nem vetünk, és aki a fellegekre néz, nem arat. Emeljük főjebb. Voltatok már úgy, hogy a repülővel a felhők fölött mentetek? Akik voltatok Izraelbe. Ugye, hogy milyen más minden, amikor be van borulva, és eltakarja a napot, az a sok fekete felhő a fejünk fölött, ugye a legtöbb embernek egy kicsit rosszabb lesz a hangulata, olyan nyomott az idő, meg olyan sötét lett, nincs olyan világos, nem süt olyan szépen a nap, nem olyan szép kék az ég, de hogyha ilyenkor fogsz egy repülőt, felülsz, és felszállsz a felhők fölé, hányan tudjátok, hogy ott fönt továbbra is süt a nap? Ott fönt továbbra is csodálatos az idő. Ha fölmentél ez a, feke, ez a csúnya fekete felhő fölé, továbbra is minden ugyanolyan szép, mint mielőtt jött az a felhő. Ha fel tudjuk emelni a látásunkat, fölöttébb ezek a felhők fölött, fölöttébb a mostani helyzetünk fölött, fölöttébb, annál följebb, mint amilyen kilátásaink a természetes sikon vannak, hiszen egy természet felett Istent szolgálunk akkor minden lehetségesé válik a számunkra, amen. És nem kell ott ücsörögjünk sajnálva magunkat, hogy ilyen helyzetben vagyunk. Jézus ezt soha nem tette. Ha valami nem tetszett neki, akkor azt megváltoztatta, amen. És azt mondta nekünk, hogy ha annyi hited van, mint egy mustármag, azt mondod ennek a hegynek, hogy keljen fel, és ugorjon a tengerben, meg lesz az neked? Ha nem kételkedsz. Mondta ezt Jézus? Nem kellene, hogy aggódjunk semmi felett. Ha valami nem tetszik az életünkben, dobd bele a tengerbe. Ha valami nem tetszik úgy, ahogy van az életedben, változtasd meg. Amen. Nem tudom, mennyi az időnk. Még csak egy dolog, hogy tudjátok-e azt, hogy a szellemi világban történhet egy olyan, hogy a dolgok megállnak. Voltatok már úgy, hogy próbáltatok bemenni egy gyajton, és jött valaki szembe veletek és nagyon udvarias volt az ember, és mondta, nem, menjél te, te meg még udvariasabb voltál, nem, menjél te, és akkor ott áldogáltatok, mondta, nem, te menjél, nem, te menjél, te menjél, nem, te menjél, majd, majd én megvárlak, nem, én várlak meg, és ott áldogálhatunk egy darabig, amíg valamelyik azt nem mondja, na jó, akkor én megyek. Ha megengedtek itt egy viccet, csak hogy még jobban illusztráljam nektek ezt a dolgot, sokan lehet, hogy hallottátok, mert lehet, hogy már mondtam nektek, hogy hogyan haltak ki az úri emberek. Remélem, hogy sokan vagytok, akik vizuális típusok vagytok. Egy képet láttam a Facebookon, onnan jött ez a nagy ötlet, hogy, hogy van a, a, a petesejt, és jönnek a, a kis permiumok és van két ilyen kalapos úri eh, ember, és eh, ketten állnak ott a, a, a peténél, és akkor az egyik mondja csak ön után, uram, a másik mondja csak ön után, és akkor erre jön egy másik, azt mondja, tűnjetek innen a francba, én megyek. <laughs> és így haltak ki az úri emberek. <laughs> Tudjátok, Isten adott nekünk hatalmat, hogy kígyókon és korpiókon uralkodjunk, ugye? És adott nekünk hatalmat, hogy tudjunk teremteni a szavaink által. Adott nekünk Isten hitet, hogy meg tudjuk változtatni a dolgokat körülöttünk. És tudjátok, hogy ennek ellenére én például személyesen hány évig imádkoztam Istennek, Istenhez azért, hogy ő tegyen meg valamit az életembe. Voltatok már így, hogy valamilyen hazug tüneted van. Hányan hiszitek azt, hogy hatalmunk van a hazug tünetek fölött? A betegségek felett, a fájdalmak felett. Fájt valamit, és akkor imádkoztak, hogy Uram, vedd el tőlem ezt a fájdalmat. Uram, csinálj valamit ezzel a fájdalommal, Uram, gyógyíts meg engem. Isten odaadta nekünk a hatalmat. Arra is odaadta a hatalmat, hogy egymásra tegyük a kezünket, és azok meg, a betegek meggyógyuljanak. De eljuthatsz oda, hogy azt mondod magadnak, amikor jött egy hazug tünet, hogy a Jézus nevébe takarodsz, azt mondod a vesédnek, hogy vese tökéletesen működsz, a torkodnak, hogy torok tökéletesen működsz, és minden hazug tünet eltakarodik, elfogadhatod saját magadnak. Amire Isten odaadta neked az erőt és a hatalmat, és azt mondta, hogy ezt teted meg, hiába imádkozol azért, hogy Isten tegye meg ugyanazt a dolgot, mert nem fogja. Nem azért adta oda neked az erőt és a hatalmat, hogy te csücsüljél rajta, és ő majd úgy is megteszi neked, amit te kérsz. Azokat a dolgokat fogja megtenni, amit te nem tudsz megtenni. Emlékeztek arra, és biztos hallottátok már sokszor, hogy amikor kilépsz a csónakból, az tetszik Istennek. Amikor a hited alapján cselekszel, és a fizikai szinten kilépsz a bizonytalanra, de a szívedben meg ott van a bizonyosság, meg Isten szava, hogy tedd azt meg, ez tetszik Istennek. Az nem tetszik Istennek, amikor a nagyon kényelmes, kényelmi zónánkon belül maradunk folyamatosan, hanem azt tetszik, hogyha megtesszük. Isten szeretné, hogy megtegyük azokat a dolgokat, amire adott nekünk képességet. Ha ezt nem teszed meg, hiába kéred Istent, hogy ő tegye meg, mert nem fogja megtenni. Ő azt mondja, hogy odaadtam az erőt, hogy teszted, hogy élj vele, használd, amikor csak akarod, tedd meg te. Te meg azt mondod, Uram, gyógyíts meg, Uram, hozd be ezt, tedd meg ezt, tedd meg azt, de hogyha odaadta nekünk erre a hatalmat és az erőt, akkor senki nem fog tenni semmit. Te vársz Istenre, Isten vár te rád, és a dolgok maradnak ugyanúgy, ahogy voltak. Értitek, amit végre sikerült elmondanom? <laughs> Nagyon ügyes vagyok amúgy. Dicsőség Istennek. Köszönöm a kegyelmét. Halleluja. Úgyhogy használjuk azt, amink van. Tanuljunk megaratni. És menjünk el uh, augusztus végén luxus utazásra, egy luxus hajóval. Amen. Amúgy tényleg megyünk, uh, fogunk menni, és hiszem azt, hogy mindenkinek be fog jönni az aratása. Közel 100 ezer forintba fog csak kerülni, uh, vagy a körül fog kerülni uh, egy hét all-inclusive uh, óceánjáró hajon, uh, egy ilyen luxus óceánjáró hajon, hogy bejárjuk itt a fél világot, élvezzük ezt az egész utazást. Úgyhogy a hitünket kiküldjük, a magot elvetjük, és learatjuk, és nyugodtan fogunk tudni elmenni, mert nem az utolsó pénzünkből fogunk elmenni, hanem az aratásaink egy részéből, és mindent ki tudunk mellette fizetni. Amen. Úgyhogy össze kell kapjuk egy kicsit magunkat, és nem csak ezt fogjuk tudni megtenni, hanem ennél sokkal többet. Jó, és hisszük azt is, hogy az Úr megmutatja az egész pontos időzítést, nem, nincs kőbe, kőbevésve még ez az időpont. Össze tudjuk szervezni, úgyhogy mindenkinek jó legyen. De így nyár végére gondoltunk, hogy valamikor akkor. Örülnétek, hogy akkor már ez így a aratásaink töredékéből menni fog? Én örülnék, és örülni is fogok. Mert ez így lesz. Amen. Halleluja.